Sziasztok, csá mindenkinek, szép hajnalt per estét, inkább hajnalt, ha most már lassan. Majd láthatjátok, itt a Spirót fogjuk folytatni, kicsit kalandozni fogunk, aztán csak lesz valahogy. És akkor megnézzük, hogy hogyan folytatódik ez a csodálatos játék. Úgyhogy gondoljátok, tartsatok velem már, hogyha még ébren van valaki, aztán majd meglátszanak a dolgok, úgyhogy hadd menjen a harmadik rész, vagy mi fene. Elvileg kép hang jó, úgyhogy ha esetleg valami van, akkor nyugodtan szóljatok. Ah, ez meg 100% complete lett, jó van, biztos. Nézzük, hogy hol tartunk egészen pontosan. Aha. Jó. Sunrise ping. Spring, ugye? Jó, azt hiszem itt meg vagyunk nagyjából. Ugorjunk be a léghajóba. Szerintem ide kell majd mennünk. Vagy nem. Nem tudom, gyors megnézem azért még a dolgokat. És akkor haladunk tovább így a sztoriban is, meg a játékban is, legalább így ez is menjen, hogyha már elmaradt, ugye itt a múlt héten. Valamiféle dungeonben megyünk most. Ugye? Ja igen, itt voltunk utoljára. Vagy nem. Ja, itt már elintéztük egyszer. Aha. Na mindegy, akkor újból csináljuk a maximum. Cse. Uh-huh. Ez már egyszer megvolt, csak azért. Ezt ugye az előző Spiró streambe, ugye őt legyőztük. Kedves Bast. Ugye ez volt a legelső, második terület talán, ahol voltunk. Na, már nem emlékszem, az igazság. Jaja, kösz. Ja igen, itt már voltunk, aha, itt már mind voltunk, úgyhogy szerintem vissza. A léggömbhöz. Ó. És most már lehet használni úgymond Sparkot is, mert neki is van, lesznek külön pályái. Úgyhogy nézzük is meg. Ó, oh, király. Szóval egy ilyen kis résen átvezet az út, ahol csak Spark fér be. Úgyhogy irány Sparkkal kalandozás. És akkor azokat a pályákat is akkor majd megcsináljuk. Oh. Kell vele lőni is. Wow, felülnézett be. Durva. Nice. Uh-huh. Uh-huh. Király. Lehet vele gyorsan repülni is, meg lőni. Ilyen csodákat. Jó. Nem.
Erre gondoltál, Szívi? Úgy tűnik. Aha. Fasza. Ezek elkaptak, igen. Jó, tudjuk. Jó. You'll be able to deal with these guys much faster if you use a power up. Just eat any power up butterfly, then press. Jó, van már bazd meg, értem. Faster, takarodjál már faster. De ez miért nem volt jó amúgy? Az már csak egy kérdés. Jó, kap be. Ma bocs. No. Úgyis bónusz feladat amúgy is. Na várja, hol nem voltunk? Akkor Sunrise Spring, illetve a Midway Gardens az ugye megvolt. Kirány vissza a léghajóhoz, én azt mondom. És akkor szerintem vissza a Midway Gardenhez, mert ott volt egy kapu, amit még nem használtunk, ugye a Bamboo Temple, hogyha jól emlékszem. Akkor azt csináljuk meg, és akkor tovább tudunk menni a következő ilyen hubként szolgáló nagyobb világba. Aztán csak lesz valami. Jaja. Tudjuk, hogy complete. Igen, itt már voltunk. Sorry Swamp. Aha, ott van Bambú Terasz, bocs. Bambú Terasz. Nem Temple. Lehet, hogy a formából ítélve Temple. Aztán fene se tudja. Ó, panda. Szemüveges panda, nézz oda. Jó. Segítünk egy kicsit. Aha, nyilván. Ó, észre se vettem magam körül. Hát lehet, hogy ez a challenge nem lesz meg, amit annó még valaki mondott. Hogyha jól emlékszem. Hú, te kurva. Bocsánat. Kösz. Ó, itt elgurítják a dolgokat, jó van. Még pocsisztak is. Jó. Nézzünk itt körbe. Aztán jó világ. Ah, valaki itt lövöldözik rendesen. Ó, nézd már, egy sárkány tojás. Ezt majd mindjárt fölvesszük. Csak nem így, várjál.
ez az. Dwight. Halló. Na, no, 47 van belőle. Fasza. Ó, oda föl is lehetne menni? Gondolom majd oda felugrok majd maximum. Aztán csak úgy lehetne. Bár... Vagy power up-pal. Lehet, hogy itt is lesz majd power up ugye ezen a pályán. Majd kiderül. Cseh. Ó. Geci, bocsánat. Úgyse nézik már 18 éven alulék a streameket, úgyhogy lehet káromkodni. Dehogy is, csak hülyéskedek. Nyilván. Cseh. Szia. Az jó, beakadt. Jó Spiró. Hello. Na innen már mondjuk át tudunk menni oda. Titkos tojáshoz ugye. Úgymond. Ahogy nézem. De... Mi a faszba akad el amúgy? Nem vágom. Érdekes kissé, na mindegy. Megtörtént. Köcsög, köszi. Legalább megvan ez a tojás is. Na, ó, itt már hárman voltak, ó, és egy híd, szép. Szép dolog. Köszi. Meg is van egy checkpoint. Ott van egy ilyen üveg, se gondolom az mellékküldetéshez lesz majd kötve. Úgy szépen körbe lehet majd venni. Amúgy tök szép. Úgy amúgy. Kösz. Amúgy lehet, hogy ezeket a bikákat lehet úgymond megölni, hogy úgymond nem ártasz nekik. Szerintem. Cseh. Ezekre fel lehet amúgy ugrani? Nem. Ó. Oh. Ott van egy járat. Mindenki próbálok átugrani hátha. Összejön, bár szerintem magasabb terület kéne. Na mindegy, próba. Próba egy. Magasan van a másik palló, úgymond, vagy mi a bánat az. Mert akkor máshogy.
Csáj, öreg. Ó. Oh. Ó, le is lehet merülni, bocs. Nem szóltam. Már ide? Nem. Csá. Nézd már, itt van. Szia, panda. The emergency escape bridge. Why didn't I think of it sooner? I shall activate it right away. Sing sing. Japó panda. Oh. We would be honored if you would accept this as a Hogy hallom, már van ilyen üldözős. Gondolom, nála meg egy tojás van. Vagy lesz. A picsával. Uh-huh. Lehet hallani. Aha, hogy látom, ide is egy másik karakter kell majd. Ó, egy yeti. Ó, fogunk irányítani egy yetit is, de durva. Igár hülyeskedek ezen a pályán egy kicsit. Ott lesz most bent. Kösz. Persze. Hú, de megjött. Szimplán legurult az űrge. Hm. Jó van, ezt még egyszer. Ide csak Yeti mehet be, ugye? Meg itt elvileg van valami speckó híd is, amit az előbb nyitott meg a kedves panda. Az ott lesz elől. Vagy előrébb. Azaz, bele. Szép volt, szép volt, szép volt. Na legalább ezt a szart megcsinálom még egyszer, ezt a palackosat, és akkor, akkor is legalább egyel több tojás lesz, amit úgymond megtaláltunk. Ott is van. Uh-huh, most ott. Nem tudom konkrétan hol volt. Amúgy talán itt bent. Aha, igen. Király.
Ez meg ugye a legelején. Ez meg ugye a leges legelején, ahova érkeztünk. Konkrétan. Hopp, ez a kettő közben kimaradt. Ó, ez pénz. Bolt Curiosity. Nem tudom mit jelent, de biztos. Na jó, akkor húzzunk. Ó, szóval ide is már el tudunk jönni szerencsére. Kicsit lehet üldözni legalább. Majdnem. Még tál vagyok. Addig, ameddig. Fasz, hogy ezek itt mindig újra termelődnek amúgy. Na, ez is megvan. PV. Érdekes. Na jó, most már mehetünk is. Szerintem végleg. Na és van már 50 tojás. Király. Megszereztünk. Oh. Király. Akkor mehetünk tovább. Evening Lake. Hadd menjen. One small step for a dragon. Érdekes. You bumbling, idiotic, worthless fool! I asked you to carry out one simple task, and you fail me. I should have known better than to rely on a child. But don't worry about it. I'll deal with them now. These eggs can't be worth all this trouble. Without the dragons, the magic in this world will wither away. Without magic, I'll die. And so will your ever slim chance of becoming a sorceress. El fog veszni a varázslat, nincsenek sárkányok, hajjaj. Ó, ott a Yeti. Mi a fasz? Mutáns. Hú. Majd látom, hogy lesz a következő ellenfelünk. Majd. Hú. Technical instincts told me the sorceress would attack you here, so I flew in to help out. It seems my rocket launchers don't affect this creature, but I Fasza. Can assist you by dropping ammunition. Now get in there and fight the good fight. Fight the good fight. Ez az. Ó, még lézerágyú is van a bal karján. Kurva jó. Fight the good fight. Au. Nem esett túlságosan jól. Anyát picsálja. Bocs. Wow. Csirke.
Mindegy, valahogy meg kell tanulni a dolgokat, nem? Hát azt nem úgy kéne, mi? Az fasza. Tűz se fogja ezt a mocskot? Szerintem nem. Ez előbb próbáltam. Ez se jó. Hát rosszul közelítem meg. Aha. De köcsög. Nyilván. Aha. Majdnem eltaláltuk, de csak majdnem. Az a baj, hogy olyan fos a kamera nézet, baznak, hogy nem éppen lehet ráfordulni arra a kurva golyóra, hanem centízni kell. Kurva száját. Aha, nyilván. Ó, az mi? Aha, plusz lövés neki. Hű, bazd meg. Ez jó volt. Ha nyilván, akadj el, te szar. Nyilván, vedd fel. Bazd meg, kisfiam. Jó, tudjuk. Reignite-olunk aztán. Csak lesz valahogy.
Na két csoda, hogy ezt szét másodjára, de legalább megvan. És akkor mehetünk tovább a következő területre. Király. Hát ez csak egy aréna, úgymond csak egy aréna volt. Evening Lake World. Oh. Érdekes. Látom, itt vagyunk. Oh, hello. Az mi? Listen to me, dragon. Bianca. This is serious now. The sorceress is planning a trap for you, and if she catches you, believe me, you don't want to know what she's going to do. Csapdába akar minket ejteni. Fasza. The rest of the eggs. I mean it. Just take Hunter and go back home before... No. Before... I can't say it. Just go. Nem hangzik túl jól amúgy. Már muszáj legyőzni. Oh, hello. Rakéta is lesz. Komoly. Menjünk az űrbe is, vagy mi a fene. Durva. Hát, ha adnak plusz életerőt is ezek. Valamelyik békát úgy gyújtom föl, nézd, már víz alatti világ is lesz új fent, kettő is. Ahogy látom, illetve fel tudunk majd mászni oda is. Jó van. El leszünk, ahogy látom, itt is egy darabig. Ott van egy tojás. Menjünk ide fel, én azt mondom. Újabb Sparks pálya. Vagy mi bánat. Szokat majd megcsinálom szerintem streamen kívül, hogyha úgy van. De akkor be tudunk jönni. Király. Cse. Illetve nézzünk át oda arra. Ó, ott power up van. Ahogy nézem. Meg egy tündér. Hi again, Spyro. This power up can make you invincible, but only for a short while. Aha. Use it to get by these flame spitters. You'll find an egg when you get past them. Oké. Szóval, ugye egy rövid időre sebezhetetlenek leszünk, úgyhogy vízbe is vannak érdekes dolgok, ahogy nézem. Jó van. Voltak, igen. Wow. Hát ja, ez ilyen víz alatti világ lesz többségében, ahogy elnézem. Többségében víz alatt leszünk. A pályákat nézve, meg titkos járatokat is nézve. Jó van. Vízben jó szokott lenni a kamera nézet is. Tudok neki örülni. Meg is van a tojás. Sapkás sárkány. Nézd oda. Oh, oda is lehet. Oh, plusz élet. Kösz. Illetve... ugye a body slammel szét tudjuk ütni, úgymond. Tötörö.
Az igen. Igen, itt van a rakétának a teteje. Ja, Y-t kellett volna nyomni talán. Elrepkedek vígan addig. Valamit ki akarok csak próbálni. Utána úgy is megyünk kvázi a víz alá. Ezért nem működőképes. Na jó, van, akkor irány a víz alá. Menjünk ide be. Vizes pályák sajnos nem voltak sose az erősségeink között, bár mondjuk mi volt eddig. Oh. Jeges. Gabi. Szia Gabi. Köszi. Jégtündér. Adott küldött egy ilyen puszit vagy mit. Köszi. Baszd meg. Van itt minden, ahogy nézem. Szia! Laser defense system to protect us from Rhino. Laser defense system. I can't even turn it on. You'd have no trouble using it though. Just walk inside. When you're done, press the action button and you'll walk back out. Jó. Maha. Ez ilyen védelmi rendszer, ahogy nézem, ilyen lézeres. Köszi. Ó. Hova ott is le lehet vele olvasztani, király. Jó. Hát egy shortcut amúgy. Fánit is meg tudjuk vele, fánit is, jó. Meg vagyok, kösz. Biztos. Azt hittem itt volt még valami oldalt, na mindegy. Ja, dobálózik, ilyen magma kövekkel vagy mikkel. Ó! Oh! Fagyasztani tudok, vagy mi? Úgy tűnik. Ja, jég. Oha. Ó, fagyasztani tudok ilyenkor. Pazd meg, az tök jó. Ám rossz, nem rossz. Oké. Okay. Nem is tudtam, hogy ez a speckó képesség ebben a világban, hogy lehet fagyasztani. Komoly.
mentés. Köszi. Úgy kezeljük előtte még. Hát kvázi ugyanaz maradt a hangja, ugye azért gondoltam azt, hogy tűz. Halló? Jó. Szavasz. Van itt ilyen speckó hóember, ilyen szörnyes. Köszi. Hát jó. Ezt megoldottuk. Oda, ezen nem tudok fölmenni, amelyért is tudnék amúgy, hülyeség is. Gondolom, majd magasabbra tudok átugrani, majd oda is. Majd kiderül. Csá, Fox, mi a helyzet? Hello. Treasure if you had something to stand on. Nem mondod. Majd lefagyasztok valakit legközelebb, és akkor majd úgy állunk rá. Ne! Megesik néha, főleg az RL esetében. Ja. Na, semmi, én csak én itt spirózgatok, ahogy látod. Platformozgatok. Össze-vissza ugrálok egy ilyen 3D-s csodajátékban. Mint láthatod. Semmi érdekes. Vagy hát kinek mi, ugye? Úgyhogy kvázi igazából ennyi. Meg nem tudom, hogy hétvégén még mivel fogok játszani, az még kérdéses lesz. Pont ehhez! Érdekes. Már a fánit is kezeljük ott lent. Köszi. Az úgy érdekes. Na, ne figyelj. Akkor már volt értelme megmutatni. Ha kicsit is kedvet kaptál hozzá. Ja, majd az is fog menni, majd ugye. Ha ennek vége van, akkor nagy valószínűséggel kicsit többet majd. Úgyhogy. Kvázi ennyi. Oda jetik el majd. Akkor menjünk erre tovább. Szóval az is fog majd menni majd ugye streambe is, csak gondoltam elkezdem azt is, aztán majd hogyha ennek vége lesz, akkor lesz majd többet az. Úgyhogy annyi. Hát én Game Passon keresztül játszom, úgyhogy kópozni nem hiszem, hogy tudnánk, de hát mit tudom én, nem hiszem. Akkor neked is meg kéne lenni ugye a EA-be, vagy ugye Origin-en ugye a játéknak, vagy Game Passon keresztül talán. Bár mondjuk szerintem ott az multi az úgy működik annál, hogy egymás mellett kell, hogy üljetek. Tehát online nem hiszem, hogy megy. Legalábbis én amit láttam róla, végig úgy ment, hogy egymás mellett ültek. Egyébként az emberek. Úgy konkrétan. A kooperatív mód úgy ment. Én legalábbis úgy tudom. Mert online kóp nincs benne. Szerintem. Legalábbis nagyon úgy nézett ki. Hogy nem olyan kooperatív móddal operál. Mint mondjuk egy Borderlands vagy bármi más. Oh, nézd ma Moneybags. Hát figyelj, remote play, ha van hozzá remote play, akkor elvileg igen. Mert az sem mindegy. Jó. Ó, lehet hokizni. Jó, van, add azt a jegyet.
for helping out, Spyro. Jana. Meg valamikor Red Dead Redemption-ezni is kéne majd. Vagy mit tudom én. Már fönn van a játék, minden sztorit is elkezdtem úgy nagyjából. Jónak ígérkezik. Aztán ki tudja amúgy, hogy mi lesz belőle. Majd meglátszik. Ó, igen. Sajnos nem működőképes. Na mindegy. Na nézzük milyen a hoki, aztán menjünk tovább. Csáva. Cat hoki? Mi fene? Szóval visszacsatolva kicsit a Unravel 2-ről, csak azt úgy tudom, hogy lokálkók van. Vagy max remote gameplay. Ugyebár, ha Steamen van meg. Tehát kvázi meg kell osztani. Köcsög. Oké. Okay. Cat hockey. Tehát... be kéne lőni. Ilyen formában, ahogy nézem. Uh-huh. Jó, hát nem az, hogy két perc, hanem hogy érted. Mit tudom én, megvan valakinek a szolyapicsával. Na mindegy. Ja, gondolom végig kéne vezetni. Szóval... ugye, hogyha megosztjátok, akkor nyilván... úgy megy ez. Ja, szóval az én oldalamra kéne ezeket akkor lökni. Ja, most már leesett. Uh-huh. Fasza. Szóval, ja, hogyha Steven haverok vagyunk, akkor elvileg meg lehet ezt osztani, ugyebár.
És akkor úgy megy ez. Vagy úgy tud rendesen menni. Hogyha jól tudom, vagy jól tippelek, bázd meg, gyorsan. Picsába. Kicsit gyorsabb volt. Jó, majd megcsináljuk. De jó, vágom. És ezt úgy lehetne, hogyha tényleg így remote play-en, hogyha valakinek megvan Steam-en, akkor ugye itt az egyik haverral meg lehet azt úgymond oldani. Aztán csá. Akkor viszont újra kell kezdeni a játékot. Mert én is mondjuk Game Pass-on keresztül játszom. Aztán az első két pályát, hogyha jól emlékszem, megcsináltam. Vagyis egyet az elsőt igazából. Ugye volt a prológus pálya. Ugye amivel kezdődött az egész, meg volt maga az első pálya. Ennyi. Úgy őszintén szólva. Lost Fleet. Wow, man. Óriás bálna. Hello! Ó, nézd már, titkos tojáshely. Bálna gyomrába. Hát cső. Jó van. Most meg kiengedhetsz. Kösz. Gyűjtögetjük ezeket a szarokat legalább. Van ma megint 1600. Nézzük meg ezt a Lost Fleet-es pályát. Várjál. Ó, itt is van egy titkos dolog, talán. Ó, nem. Fireworks Faction. Ó. Érdemes lehet ide is benézni. Nem egy csodálatos repülős pálya lesz. Nem. Ó. Szerintem az érdekes. Szóval maga a hely nem rossz. Szerintem. És... ó, ez ilyen sárkányos. ...nak tűnik. Ó, nézd már. A második részből a coffos lány. Hello. Oh, hello. It's good to see you again, Spyro. That naughty sorceress has stolen the professor's rocket plans, and I'm on a secret mission to find them. Titkos küldetés. Meet me here, but I can't find him anywhere. Maybe you could help. Persze, megkeresik a tesóodat is. Ó, ninja rinocéros. Az a kemény. Meg láva, ugyebár. Ugye menni, meg újra termelődik. Érdekes. De nem csak dobott egy hátraszaltót. Ó. És mire lehetne használni? Ágyú? Érdekes. Ezek újra termelődnek amúgy, ahogy nézem. Fasza. Az
ilyen mellékes folyosó, ahogy látom. Ez majd később lesz érdekes. Csá. Rakétás. Köcsög rakétás, hello. Ó, oh, lehet köpködni is most már. Csá, hűha. Tűzi játék. Ja, fasz. Ja, úgy tényleg, hogyha kedvet kaptál hozzá, amúgy csak mondom, hogy ez a harmadik része a játéknak, előtte volt ugye még kettő. Az anyád, ezt hogy lehet megölni? Hát nem így. Shit. Ja, hát úgy hogy tudod, jó van. Ja, amúgy azt hiszem pont, hogy a múlt héten volt akciós a Crash Bandicoot trilógiával együtt. Úgyhogy akkor még olcsóbban is be tudtad volna szerezni. Lehet, figyelj, vannak ilyen játék oldalak, ahol ilyen olcsóért lehet játékot venni. Úgyhogy egy kicsit körbenézel, akkor egész jó áron lehet kapni. Ja, jó van. Akkor még jobb. Ugye itt teljes ilyen felújítás volt, ugye? Aztán elég jó féle. Ja, hát az is egy megoldás, úgyhogy simán. Minden további nélkül. Az is egy opció. Tényleg. Ah, azaz, a hátát kellett becélozni kollégának. Úgyis azt akartam szétlőni, hello? Ninják. Mondjuk azt a fémes cuccot lehet, hogy szét tudom vele lőni, mindjárt kiderül. Bizony. Király, legalább nem kell külön ilyen rakétát keresgetni. Hoppá, ott egy tojás. Köszi. Nudlis. Ja, amúgy nem lenne szar egyébként, hogyha ebbe lenne kóp. Mit tudom én, lenne egy másik sárkányba, lehetnél ugye Hunterrel, a gepárddal. Úgy simán jó lenne. És azt hiszem nem maradt. Ahogy toldalt meg amúgy fel lehet menni akkor. Cseh. Nem tudom, mod? Az mod egyébként? Vagy power up-nak köszönhető, mert ugye hogyha felszed power up-ot, akkor is kicsit elszíneződik szegény. Ajjajjajjaj. Csövesek. Ezt úgy hagyjuk egyelőre. Egyelőre jöjjünk ide föl. Ott a kis csaj. Halló? Jó van. Az igen, karatéos kislány átugrott. Baszd meg. Meg kéne forgatni, nem?
Elég lenne simán csak beleugrani. Igen, elég. Csak beleugrani. Doboz. Jó van. Ó. Szóval akkor az ágyúval mehetünk majd át arra a titkosabb helyszínre. Úgymond. Jó van. Király, 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 király. Most legalább már leesett. Ha már eddig nem. Nincsek. Se. Rakéta. Kösz. Jó, ez segített legalább. Kicsit közelebb megyek. Majd oda át tudunk majd repülni, ugye? Még időbe ide futottam. Itt is van egy plusz pálya, vagy bónusz feladat. Sárkány tojásért. Ezt a szart még azért szétrobbantjuk. Köszönöm, jöjjünk ide rakétáért. Köszi. Persze, nyilván. Az igen. Folyén. Lenincsázza őket. Dear. Rá van kötve a sárkány tojás. Ó, oh, és egy majom kéne hozzá. Bónusz pályához. Az már valami. Puty. Ja, itt ugye sárkánytojást kell gyűjteni, legalábbis ebben a részben. Jó van. Ó, ez ugye plusz pálya. De mivel ugye a majmot még nem sikerült kiszabadítani, ezért még ugye nem tudjuk. Nem tudunk oda még belépni. Ugye a kengurút meg a jetpackező madarat sikerült már kiszabadítani. Úgyhogy ők úgymond megvoltak. Oké, felrepülünk. Hello, Gus. Mm-hmm.
Ez is egy megoldás. Új, és ezt akarom megnézni. Wow. Ez ilyen dupla power-up-os feladat, ahogy nézem. Ó, megvan a handle. Csá. Hát megpróbálom. Nem ígérek semmit. Ja, hogy csak elég egyszer átmenni, és ez akkor végig így marad, fasza. Azt hittem amúgy, hogy nem, mert ugye eddig mindig volt neki egy fajta időkorlátja. Most meg elvileg nincs. Ah, közben még lődőznek is. Na jó van, szevasz, jó ét, aztán kezdsz, hogy benéztél. És akkor mit tudom én, majd beszélünk az RP-ről. RP-ről? Buzi vagy... Buziságot beszélek. Red Deadről. Miért jutott az eszembe hülye RP? Nem tudom. Na mindegy. Szóval köszi. Aztán... Ilyenek. Jó. Tűzsárkányokat majd akkor legyőzzük. Köszi a megértést. Ez ide lenézek hát, ha itt még van valami. Ezen kívül. Látom, nincs. Monkey. Ja. Akkor irány haza, úgymond. És lehet, hogy a következő nagy ilyen hub területen a majmot ki tudjuk szabadítani. Ugye körbenézek egy kicsit. Ez volt talán a hajós, nem? Nem. Ez nem a hajós volt. Mert van még egy ilyen hajós pály is talán. Jaja, Lost Fleet. Az elveszett legénység, vagy flotta, vagy mit tudom én. Ó. Oh. Hello. Ez amúgy tök random volt. Jó van. Vegyük fel a tojást. Már itt vagyunk. Hello. Na, 58. Király. Más dolog nem volt. Itt voltunk az előbb. Van itt a Lost Fleet. Ez kimaradt a szórásból. Kicsit.
Ez itt úszkál, mint a hülye. Jó. Uh-huh. Ó. Új pálya, hogy nézem. Na, ide 65 darab tojás kell. 58-an állunk, úgyhogy... Van még mit gyűjtögetni. Charmed Bridge. Jó. Frozen Altars, az mondjuk pont meg volt. Márjá. Nem tudom, hogy itt voltam-e. Jaj, ha. Shortcut, jó. Jó, jó, jó. Akkor mindegy. Jó van. Keressünk egy tündért, én azt mondom. Ó, nézd meg. Hello. Ide gyülekeznek majd a srácok, akkor nézem. Jó van. Ó, plusz élet volt benne. Király. Legalább van mentési pont, ahogy nézem, igen. Történjen is meg, és én el is köszönök szerintem mára. Vagy legalábbis mostanra. Úgyhogy köszönöm szépen a kis... Vagyis egyet a figyelmet, és akkor ez egy ilyen rövidebb stream lett volna, egy kis piróval, meg mindennel. Aztán legközelebb majd találkozunk egy kicsit hosszabb stream keretein belül. Aztán majd meglátszik, mivel hogy lesz. Nem mondom, hogy menni fog majd valami. Majd kiderül, hogy mi meg hogy lesz. Legközelebbi stream szerintem majd Half-Life-ból lesz, mert az volt tényleg elég régen volt már az. Úgyhogy majd kiderül, mi meg hogy lesz. Úgyhogy köszi a figyelmet. És akkor, hogyha van kedvetek, meg hogyha egyáltalán van még itt valaki, akkor átmegyünk egy másik streamre. És akkor lehet nézni akár FIFA-t is, hogyha gondoljátok. Úgyhogy mára köszönöm is a figyelmet, és akkor már legközelebb találkozunk. Mangorló, sziasztok, csáá!